Kis Kornél és Kis Kevin megható előadása nyitotta meg az új Éjfolyész Tarnay Ottó Egyesület által szervezett konferenciát. Az egyesület idén 10 éves. Megalakulásuk kezdetén a fogyatékosok megsegítése volt az elsődleges cél, az utóbbi időben azonban főleg az autista gyerekek beiskolázási és a felnőttek elhelyezkedési lehetőségeit helyezték előtérbe. Különösen az utolsó 5 évben már jóformán velük kellett foglalkozni, és most is azért vettük be a programunkba ezt, mert szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy az ő sorsuk rendezetlen, különösen az iskolából kikerülve. Addig a szülő megnyugszik, hogy bekerül a gyerek az iskolába, és amikor befejezte az iskolát, akkor nincs további segítség. És nem nagyon fogadják el őket munkába, munkahelyeken, úgyhogy most ez a kornak a legnagyobb problémája, és ebbe próbálunk, amit lehet segíteni. Az autizmusnak számtalan megjelenési formája van, de alapvetően egy idegi fejlődési rendellenesség, ami társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, de akár abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban is megnyilvánulhat. A kialakulásának okait jelenleg is kutatják, de az egyik legfontosabb tényezője a genetika. Az autista gyerekek nevelése nehéz, a korlátok sok stresszt okoznak számukra, és előfordul, hogy felnőttként is képtelenek az önálló életre. Mivel ez egy nagyon-nagyon széles spektrum, ezért azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon egyedi dolog. Lesz, aki ugyanazt a hétköznapi életet fogja élni, mint bármelyikünk, nyílt munkaerőpiaci állása lesz, családot alapít, önálló otthonában él, és lesz egy jelentős csoport, akik mindig is valamekkora szociális, egészségügyi és gyógypedagógiai segítséggel fognak részt venni az életben. Speciális terápiákkal az autisták képességei fejleszthetőek. Az érzékeléssel egymásra épülő folyamatokban, a számolási és memória feladatok megoldásában, valamint a kommunikációs képességek javításában is látványos eredményeket lehet elérni megfelelő szakemberek segítségével, hangzott el a konferencián.